Na, tehát, hölgyeim és uraim, a választási törvény mai elfogadásával végleg elveszik a lehetőség, hogy a 2014-es választás fair és tisztességes legyen. Az, amit a Fidesz kormány művel, az nyílt meghazugtolása azoknak a demokratikus eszméknek, amelyért a mögöttünk álló Nagy Imre szobor legendás nagy történelmi alakja, a forradalom miniszterelnök az életét adta. Akkor, amikor fekete gyászlepellel borítjuk be ezt a szobrot, arra akarunk ezzel a politikai gesztussal emlékeztetni és figyelmeztetni, hogy mindennel szembe megy a választási törvény mostani módosítása, amiért Márti miniszterelnök meghalt. Hosszú a sora a demokrácia sértő új szabályoknak. Ezek sorában az első volt, hogy egyoldalúan, kifejezetten a Fidesz javára átírták a választókkereti határokat, ami azt eredményezi, hogy a demokratikus ellenzéknek 7-8%-kal több szavazat kell ahhoz, hogy ezt a hátrányt kiegyenlítse. Ez a pálya egyértelműen a Fidesz számára kedvező, abban az irányba lejt. Súlyosan sérti a választások szabadságát, tisztességét, ellenőrizhetőségét, és megteremti a nyílt manipulálás lehetőségét az a tény, hogy a határon túlélő, szavazati joggal rendelkező állampolgárok nyilvántartásával a új szabályozás nem enged betekinteni. Ezzel a hatalom kénye kedve szerint élhet vissza. Olyan új szabályozás születik, amelyben a választási testületekben egyértelmű és kizárólagos kormánypárti fölény lesz azokban a testületekben, amelyeknek az a dolga, hogy őrizzék a választások tisztaságát és esetleg megállapítsák a jogsértéseket és szabálysértéseket. Harmadsorban pedig egészen nyilvánvaló, hogy a választási kampány korlátozásával, a politikai reklám jelentős arányú szűkítésével korlátozni kívánják a választók lehetőségét, jogát arra, hogy tájékozódjanak, és a pártok lehetőségét, jogát arra, hogy tájékoztassák az állampolgárokat. Láthatólag a Fideszt sem a hazai, sem a nemzetközi kritikát e tekintetben nem hatották meg. Tényként kell tekintenünk, hogy nem lesznek szabad és tisztességes választások jövőre Magyarországon. Ezzel együtt azt gondolom, oda helyes magatartás, hogy ha kell, akkor sokkal nagyobb erővel, sokkal jobb szervezettséggel a választáson részt kell venni, és ezen szabályokkal együtt is a Fideszt a választásokon meg kell venni.